Idén 6 rossz állapotban lévő utca felújítását tervezi Bonyhád város. Erre az önkormányzat 206 millió forint támogatást nyert. Februárban már megkezdődtek a munkálatok, a napokban pedig a Fáy András utca korszerűsítése vette kezdetét. A munkálatok során a kivitelezők minden olyan meglévő, elhasználódott elemet kicserélnek, amely után komfortosabbá válik a közlekedés a város egyik forgalmas útján. 28-án megkezdjük az utcaburkolat felújítási munkáit. Nagyjából egy 6 hetet vesz igénybe a teljes utca felújítása. A felújítás során részlegesen ki lesznek cserélve a szegélyek, a sérült szegélyek. Helyenként kijavítjuk a elégtelen alépítményi hibákat, utána lemarjuk a teljes burkolatot, és kap 6 centi vastagságban két réteg aszfaltot. 483 méter hosszú az utca, változó szélességben, nagyjából egy 3600 négyzetméteren újul meg. A szegélyek elég sérültek, sok helyen meg is süllyedt az út, az aknák be vannak roskadva, az aszfalt pedig elöregedett, úgyhogy most már ráfér ennek a cseréje. A fejlesztés 50 millió forintból valósul meg, a Fáy András utca felújítása azonban nem a 206 millió forint kormányzati támogatásból történik, hanem a belügyminisztérium pályázatán nyert 33 millió forintot az önkormányzat. Ehhez még 17 millió forint önerőt hozzá fog adni, és így 50 millió forintból körülbelül meg fog újulni az utca. Arról döntött a testület, hogy végülis ez a belügyminisztérium a pályázatban a Fáy András utca kerüljön bele, és örülök, hogy megújul, hiszen Bonyhád egyik legforgalmasabb utcáról van szó. Fél kilométer hosszú utca, ami itt ugye a családias övezetet és a Bonyhád legsűrűbben lakott lakótelepi övezetét köti össze. Itt vannak Fáy lakótelepen ilyen intézmények, mint a Bonyhádi Általános Iskola, a Varázskapu, óvoda és bölcsöde, az úszoda, tehát rengeteg forgalmat bonyolít le ez az utca. Tömegközlekedés is van rajta, és ugye 70-ben tervezték, építették körülbelül ezt az utat. Azóta ráfér az, hogy megújítsuk végre.